A zene után pedig prózai síkra terelődik most a téma. Hétfőn elkezdődött a Magyar Film Hét, amelyen a kísérő programokkal együtt mintegy 200 filmet vetítenek a Corvin moziban. Az eseményen első alkalommal adtak át életmű díjakat. Az egyik díjazott Koncz Gábor Kossuth díjas színművész a vendégünk most, akinek ezúton is gratulálunk a díjhoz. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Szervusztok! Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Tudnám még fokozni, 16, de Koncz Gábor. 16, ez a 17. de ez az egyik legjobban szeretett és várt díjam, annak ellenére, hogy először van most ez a díj. Hát nagyon köszönöm én az akadémiának, elmondtam az átadón is. Kocsó, csak nyugodtan, művész úr, én addig fölteszem a következő kérdésemet. Arszpoétikádban olvastam, hogy a bátrak sem élnek örökké, de a gyáva sosem él. Így van, vannak ilyen mondataim. Tulajdonképpen a bátrakat nem is ültetik, de még gyomként se teremnek. Nem nevelnek olyan embert, aki adja és aki kapja a pofont jelképesen. Abból van rengeteg, aki lesi a verekedést. Tudod? De ez ilyen matyós. Én nem oda tartozom. Én, ami a szívemen, az a számom volt. Egyébként gyönyörű életem volt, azt a megnyitón is elmondtam, és ezt mind a filmeknek köszönhetem. Ez a rengeteg fesztivál, már ugye 18 éves koromban voltam először Pesten, és 21 éves koromban már Acapulcóba, aztán új Delhi, nem tudom. Szóval ezek nagyon-nagyon jól estek. Nehéz volt a nulláról megugrani ezt a 180 centit, de én igyekeztem, előttem volt egy csomó példa a fajtámból, és igyekeztem olyan maradni, ahogy én mezőkeresztesről eljöttem. Mezőkeresztes Budapesthez nagyon messze van. Viszont Egerhez közel. Nagyon, igen. De akkor is nagyon, Acapulcóhoz még messzebb van. De tulajdonképpen annak köszönhetem, hogy mezőkeresztesen egy tínédzser gyerek arról álmodott, hogy mivel láttam, hogy az élet milyen rövid a nagyszüleimen keresztül, hogy tudnám én ezt meghosszabbítani, hogy tudnék nyomot hagyni majd magam után. Hát valamennyire azt hiszem sikerült. Én egy konzervatív keresztény ember vagyok, tudod, színházhoz is olyanhoz szerződtem, az új színházhoz, bár az életemet a Vígbe meg a Madácsba töltöttem, de amikor hívott a Dörner, nagyon nagy szeretettel mentem oda, mert ott prioritást élvez a nemzetiség tudat. És én bármilyen hihetetlen, én ide tartozom, ehhez a néphez, itt vannak eltemetve az őseim, az unokáim, én soha nem mentem volna, bár módom lett volna külföld. Akarsz valamit? Igen, szeretnék egy dátumot, és kíváncsi vagyok, művész úr, hogy mi jut eszedbe róla. 1989 Székesfehérvár Vörösmarty Színház. Igen, oda a vendégként a Bújtor Pista barátom volt az igazgató, ő hívott, ott rendeztem egy pár darabot. És a társasjáték New Yorkban, gondolok, mert hiszen most azt, művész úr, te rendezted. És én rendeztem, és Tolnaik, olyan boldog vagyok, hogy olyan emberekkel dolgozhattam, Tolnai Klárival meg Benkővel főszerepbe, Tóth Enikővel rendeztem ezt, és eljött nekem a Tolnai Klári játszani, és aztán elmentünk külföldre is, nagy szeretettel. Klárival nagyon jó barátságban voltunk,
Hát ha már itt van, akkor a gálán, a Tolnai Klári gálán elmondtam, hogy én játszottam Klárival az utolsó darabot, amit játszott, az Utazás a nénikén, mert néger pasi voltam, ő egy gazdag asszony volt, és mindenütt vitt a világba, mint hát a barátját. És Vámos Laci rendezte, mondom, Lacikám, drágám, hát hogy ne kelljen négerre festeni, mert a színész ennél semmit nem utál jobban. A többi már régen vacsorázik, amikor ő még mindig szedi le magáról a néger. Mondom, Lacikám, drágám, én ismertem ezt a palit, idáig érő garbóba, meg ilyen magas nyakúba járt, mondom, hát hogy ne kelljen festeni. Az jó, rendben van, akkor ne festél csak fönt megint. És a Klári odaugrott, és az ingemet széttépte, így szálltak a gombok, azt mondja, ezt imádom neki, ezt a mellkasát, tessék csak négerre fest. És ugye, amit a Tolnai Klári akkor mondott, azt úgy kellett csinálni. És négerre festettem minden, de mondom, hát ha már idáig festettem, akkor lejjebb is fogok, mert mindig néger szerettem volna lenni. Hát igen, és akkor 3 nap múlva fölhívtak a Madácsból, hogy nem kell bejönnöd, Klári elaludt. Úgyhogy gyönyörű halála volt. Művész úr, szeretettel gratulálok az elismerésedhez, és én tudom, hogy nagyon szereted a bort, úgyhogy az elismerés mellé, meg az, hogy közeleg nyáron a születésnapod, engedd meg, hogy egy mézborral fölköszöntselek tisztelettel. Köszönöm. Nagyon jó szépen. Egészséget kívánok. Köszönöm. Varnuskám. Köszönöm. Mézbor. Hát miért? Fogyaszt jó egészséget, művész úr. Köszönöm szépen.